Új helyre költözött a zöldségpiac, amelynek a helyét lezárták. Miért volt erre szükség, kérdeztük Molnár Páltól, a Városgondnokság igazgatójától. A régi zöldségpiac felújítás alatt van. A héten adták át a területet a vállalkozónak. Az önkormányzat 100 millió forint összegű pályázatból újítja fel a területet. Felülről fedett, zárt, oldalról nyitott asztalokkal ellátott kulturált zöldséges piacot alakítanak ki november végéig. Át kellett költöztetnünk a régi zöldségpiacot, amely most felújítás alatt áll. Tegnapi nap adtuk át a vállalkozónak a területet, abból a célból, hogy az önkormányzat által megnyert és közbeszereztetett 100 millió forintos keretösszegű pályázatból egy felülről fedett és zárt, oldalról nyitott, asztalokkal ellátott új kulturált zöldséges piacot tudjunk kialakítani. November végéig be kell fejezni a beruházást, addig át kell, hogy adásra kerüljön a új zöldséges piac. Abból a szempontból nem fogja érinteni, hogy az árusítás novembertől ezen a helyen fog ugyanúgy folytatódni, mint ahogy eddig is itt zajlott. Nagy átalakításokat nem akarunk a magában az árusítás struktúrájában végrehajtani. A virágpiac jellegi helyén, ahol most a zöldségpiac működik, ugyanúgy visszakerül a virágpiac, majd itt pedig a felújítás után a zöldséges piac veszi át a helyet. Azt követően költözik vissza ide a zöldséges piac, és az ideiglenes helyéről pedig a virágpiac is visszakerül majd a megszokott helyére. A felújítás után kicsit több árusító asztal lesz, és a felett oldalról nyitott épület az időjárás viszontagságaitól is megvédi az árusokat, vásárlókat. Mennyiségileg nem lesz nagy eltérés a kettő között, egy picit nagyobb lesz a új piacnak az asztal mennyisége. Nem ezzel volt a probléma, azzal volt a probléma, hogy egy elavult, korszerűtlen asztalrendszer volt már, itt nyitott volt a időjárási fontosságnak, ki voltak téve mind az árusok, mind pedig a vásárlók, tehát minőségében és kultúrájában fog nagyon-nagyon sokat változni. Természetesen a fényt át fogja ereszteni ez a tetőszerkezet, világítást nem azt kívánunk belerakni, ahhoz pedig, hogy jól lássák a termékeket, magát a elárusítás is világos körülmények között menjen, nem szabad olyan zárt rendszerré tenni, hogy ne lehessen jól látni. Az önkormányzat figyeli az újabb pályázati kiírásokat, mert a virágpiacot és belső piaci részen található nyitott árusító részeket is szeretnék lefedni. Figyelj természetesen a pályázatokat, mert a belső piaci részen található nyitott árusító részek tekintetében is az elárusítók és a vevők megkerestek már bennünket több ízben, hogy jó lenne azt is lefedni. Figyeljük a pályázatokat, mint ahogy most is figyeltük, erre a zöldségpiac lefedésére volt most pályázat, éltünk a pályázat adta lehetőséggel, de természetesen ez nem az utolsó, szeretnénk folytatni, valamint szeretnénk majd a vásárcsarnok zárt épületének a felújítását is folytatni.